A Társadalmi Megújulás operatív program keretében még 2009-ben indult a Tudásdepó Express elnevezésű pályázat, melynek keretén belül megújult a Sátoraljaújhely Városi Könyvtár is. A pályázat konkrét céljai közt szerepelt a szolgáltatás bővítés, az online hozzáférés biztosítása, valamint az elektronikus könyvtári katalógusok fejlesztése, bútorok beszerzése. Olvasás népszerűsítést próbáltuk író-olvasó találkozókon és ismeretterjesztő előadásokon keresztül megvalósítani. Ezt látták elsősorban az olvasóink. Ezen kívül használóképzést is tartottunk, alapvető számítógép használati ismereteket és információkeresési technikákat próbáltunk tanítani, megismertetni a idősebb korosztállyal is, akik még iskolarendszerben ezt nem tanulták. A záró rendezvényen egy prezentáció segítségével mutatták be azokat az eredményeket, amelyek az elmúlt évek során megvalósultak. Azt hiszem, hogy ez a prezentáció, amit láthatunk, hallhattunk, az hőképét tükrözte egy sikeres és jól átgondolt pályázatnak, mely valóban egy humán társadalmi megújulást eredményezhetett településen belül is, Sátoraljaújhelyben is, hiszen minden korosztályra lebontva, érdeklődési körökre tekintettel olyan csokrot adott át a lehetőségek tárházából az újhelyi értelmiségnek, bátran mondjuk ki ezt a szót, amely ritkán adatik meg egy könyvtár életében. Az olvasás népszerűsítő programok mellett egy novellaíró pályázat is lezajlott, amelyre 13 pályamunkát nyújtottak be. A témaválasztás minden esetben kötődött a zempléni környezethez. Itt kipróbálták néhányan magukat, és én azt gondolom, hogy a zsűri úgy döntött, és helyesen szerintem, hogy megosztott díjakat adott, hiszen az egyikben egyik elem volt jobb, a másikban egy másik novella műfaji elem, és ilyenfajta módon értékeltünk. Tehát összességében én eredményesnek tartom, értékesnek és dicsérendőnek, hogy ilyen törekvés is lehet. A novellaírók közül sokan választották a helyi nevezetességeket, a kitalált események helyszínéül. Ilyen jellegű írományaim még nem voltak. Ennek egyetlen egy előzménye volt, hogy tavaly nyáron a Újhelyi Várban jártunk, amikor a várjáték volt. Megdöbbentett, hogy mennyire nem lehet semmit tudni erről a várról, illetve hogy rengeteg titok fedi, rengeteg titok övezi a várat, és kitaláltam bele egy embert, egy fiatal embert, akit megpróbáltam belehelyezni ebbe a környezetbe, tehát a vár építésének környékére, időben és térben. Hát hogy ne örülnék neki, hogy nyert, igen. A pályázat a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár vezetésével zajlott. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege több mint 76 millió forint volt.